Korabeli éjszakák. Készült Marie-France Brière ötlete alapján. Policino. A két Abdullah története. Gyertek, jó étvágyat, kis cicái! Fendi! Csak nem napnyugta után nyitott ki a kávéházadat. És te, Fendi? Mit képzelsz, kakas vagy ma reggel? Vagy pedig rádiós ébresztő? Hát az a kakas még nálad is lustább ma reggel. Cég szerint biztosan megette vacsorára. Igen, én is azt hiszem. A babucs! A turbán! Jó reggelt, Effendi! Már is dolgozom! Ez meg ki lehet? Ó, jó reggelt, Abdullah! Ne tégy úgy, mint tegnap! Azt mondtad, melegítsem az olajat? De azóta is várom hozzá a halat! Ne hallgass rá, Abdullah, csak bosszan! Ma szerencsés napom lesz! Már is a hálomban érzem a mai zsákmányt! A bizalom jó dolog, Effendi! De állíts be legalább az óráidat! Ha foghatnék ma egy halat, csak egyetlen egyet, odaadhatnám barátomnak a békét, akinek nap mint nap a kenyerét eszi. Jól ismerlek téged! Minden reggel itt halászol! Ments meg is, meglásd, meghálálom neked! Te nem egy gonosz szellem vagy? Akkor hát ki vagy te? És honnan jöttél? A nevem Abdullah.
A tengeri királyságból jövök. Csak épp erre kószáltam, amikor hirtelen a hálót fogságába kerültem. Engem is úgy hívnak, mint téged. Mondd, ilyen ez a furcsa ússza? Enyém ez a jó kis parogi szó, mérig meddig ember vagyok. Másrészt viszont, amit látok, lábam nincs, csak haluszonyom. Ez a jó kis farokuszonyom, az én boldogságom csak az enyém. Csak a tiéd. Csak az enyém. Olyan vagyok, mint egy hal, mert engem a tenger tart, mert amíg más megfullad, csak piszkálok boldogan. Tarrarára. Tarrarára. Ez jó neked? Ez jó nekem. Szervusz! És íme? Ma se fogtam semmit. Ja. Itt vagyok. Megérkeztem. De hát tele a kezed drága kövekkel. Ezek a tengerkincsei az én országomból. Fogd, neked hoztam, Abdullah. Ezt nekem hoztad? Igen, csak neked. Ajánlok neked egy egyességet. Minden nap felkelte után ugyanitt találkozunk. Én hozok neked drága köveket, és te hozol cserébe földi gyümölcsöket. Akarod? Akarom. Akkor hát kezed rá. Nos, akkor holnaptól? Mint két tojás, a két barát, a két Abdullah, a két barát. S a barátság jó dolog. Most mennem kell, de holnap itt leszek. De hát mi történt veled, Abdullah? Üldöznek tán a feldühödött rákok? Nem, most már ki tudlak fizetni. Ha van pénzed, fizess, ha akarsz, de ha nincs, vidd, amit kívánsz. A barátom vagy, tudhatod. Egyetlen hálóvetés, és a szerencse rám mosolygott. Honnan van ez a sok gyémánt? Hallgass meg, barátom, és elmesélem, hogy mi történt veled. Most már mindenről tudsz, békefendi. Én nem mutogatnám a gyémántokat. Irigyeket szerezhetsz. Keserű kávé és egy mentadeja, ugyebár békefendi. Fogd! Effendi, ma én fizetem az egészet. Köszönöm, ez visszajár. Na, ez mindig a fellegekben jár. Nem vette észre, hogy gyémántra fizettem. Vegyenek. Jászmint mindenkinek, ma én fizetek. Nem vagy elég óvatos, pedig én figyelmeztettelek. Mi mindenkinek? Te kóborem fajta! Jól felhűítettél! Most majd megrakolsz érte! Ez a tied? Tehát mi ez? Mészel innen! Most már az enyém! Nocsak, ez igazán nagyon érdekes. Nagyszerű ötletem támadt. Honnan loptad ezt a követ, Abdullah? Felej nekem! Talán megvennéd, ékszerész. Még elég sok van, de van rá elég pénzed. Fogjátok el és kutassátok át! Ő lophatta el a királyné ékszereit! Engedjetek el! Ártatlan vagyok! Ne! Engedjetek el! Pedig én figyelmeztettem. Vajon mi lesz vele ezután? Ne! Ne! Engedjetek el! Ártatlan vagyok! Gondolod, hogy elég szép vagyok, Salvatore barátom? Molto szép! Meglásd, páratlan remekű lesz ez a kép, királyom! Oh!
No de ilyet, vajon ki merészeli zavarni a királyt rendkívül fontos államügyek intézése közben? Felséges királyom, ez a fiú egy tolvaj! De apám, ez lehetetlen, hisz olyan kedves arca van, és annyira szép fiú. No de ártatlanság, kedves gyermekem! Kérlek, üzd el ezeket a szörnyű, sötét fellegeket derűs arcodról, melyet méltatlanul árnyékolnak be. Szír, megkérhetem önt, ne mozogjon! Ne szólj bele! Hagyd az igazságszolgáltatást rám, Salvatore! Végszerész, még csak nem is köszöntöttél engem! Engedje meg, hogy jó estét kívánjak, felség! Beszélj, ékszerész! Mondd, minek köszönhetem kései látogatásodat? Ez a fiú példátlan bűnt követett el, hercegnő, ön túl hiszékeny. Szír, íme itt a királynő ékszereinek tolvaja. És itt a bizonyíték. Minő földön túli szépség, és minő mennyei csillogás. Ezek az ön gyémántjai, asszonyom. Bizonyosan nem, királyom. Az enyémek itt vannak. Nem mondtam még, hogy megtaláltam őket. Szó sem volt lopásról. De hadd nézzem közelebbről. Ó, Istenem, milyen gyönyörűek. Látod, apám, én megmondtam. A fiú ártatlan. Ez az ember hazudik, mintha olvasná. Te alávaló hitvány ember! Nem tudtad, hogy mindenkinek kedvezhet a szerencse, mert a magasságos alak kegyes? Miért akarod bajba keverni ezt a szegény fiút? Mit mondod? A király azt mondta, a fiú ártatlan. Te tudatlan, gonosz lélek, féreg vagy te a férgek közt? Takarodjatok a szemem elől! Mit mondott? A király azt mondta, hogy ti pedig azonnal takarodjatok! Takarodjatok! Jó estét, kedves fiam! Mondd meg nekem igaz lelkedre, hogyan jutottál el egy gyönyörű drága kövek birtokába? Mert bár én király vagyok, ehhez fogható kincsel még magam sem büszkélkedhetek. Mindez a halfarkú Abdullah ajándéka. A tengerparton találkoztunk, miközben én haláztam. És egyességet kötöttünk. Én viszek neki földi gyümölcsöket, ő pedig ad nekem gyémántokat. Ó, barátom, igazán megnyugtattál. A magasságos Allah nagyon kegyes volt hozzád. Íme, itt vannak a köveid. Hadd ajándékozzam őket a bájos hercegnőnek. Ez a fiú igazán rendkívül szimpatikus. Akárcsak a lányom, én is azonnal láttam, hogy te becsületes vagy. Fiam, eperztől fogva az én király oltalmam alatt állsz. Mert ahol a szerencse felvirrad, ott rögves megjelenik az irigység. Megteszlek téged nagy vezíremmé, és hozzád adom a lányomat ártatlanságot feleségül. Bocsánat. Köszönöm, felség, a nagy lelkűségét. Hát te még élsz? Igen, barátom. Nagyon is élek. Amikor elhurcoltam, elrejtőztem a kemence mélyén. Rettegni kezdtem, hogy engem is elvisznek. Az a gonosz ékszerész megrágalmazott. De a király szerencsére nem hitt neki. Aztán megtett engem nagyvezírré, és hozzám adta a lányát ártatlanságot feleségül. Állak kegyes, de most mennem kell! Kövessétek! Ahó! Hol vagy? Abdullah! Mit mondott? Itt vagyok, barátom! Ha-ho! Ha-ho! Banán, szőlő, füge és dinnye. Ezek a szárazföld gyümölcsei. Ó, én pedig elhoztam neked a tengerkincseit, a legszebbeket. Nem akarod velem meglátogatni a tengeri királyságot? Szeretném, de a víz alatt sajnos én megfulladok. Ettől ne félj. Te lennél az első földi lény, aki megpillanthatja a mi birodalmunkat. Fogd a kezem, így biztonságban leszel. Akkor hát, menjünk! Menjünk! Mit csinálsz, te bolond? Gyere azonnal vissza! Thank you.
Ujjaj nekem! Mentem bekap ez a hal! A föníciai a gályája, a király régészei évek óta keresik. És sosem találhatják meg. Segítség! Megfulladtak! Te hogy bírod ennyi ideig a víz alatt? Én már majdnem megfulladtam! Ez a tengeri királyság fővárosa. Ó, ez csodálatos! A lányok itt is ugyanolyan kacérak, mint a szárazföldön. Nem látok senkit se dolgozni. Nekünk itt sosem kell dolgozni. Az ennivalóért mindössze ki kell nyújtanod a kezed. Üdvözl légy a házabban, Abdullah! Ha-ho, hugom! Gyere, bemutatom a barátomat. Ez itt Abdullah, az ember. Mi a barátom? De hát ez egy farogtalan. Hogy lehet farok nélkül élni? Ne neves ki őt, hugom, ne! Ő a vendégünk. Abdullah szárazföldi. Inkább köszönjük őt szerény hajléban. Üdvözl légy szárazföldi idegen. Miért gúnyol ki a testvéred? Kérlek, ne vedd zokon. Náluk nincs senki, akinek ne lenne farka. Abdullah! Gyorsan bújj el! Abdullah, királyunk hírül vette, hogy van itt egy farogtalan. Igaz ez? Igen, igaz, de nem sokára visszaviszem a szárazföldre. Rendben? Abdullah, kijöhetsz? Jövök! Királyunk látni akarja őt. Csak is azért, mert neki nincs farka. Abdullah, a palotába kell menni. Biztos vagy benne? A királlyal nem ellenkezhetünk. Nem. Nem. Én haza akarok menni. Velünk kell jönnöd, ne félj, nem esik bántódásod. Légy üdvözölve az én tengeri királyságomban, farogtalan idegen! Hogy néz ki? Nem tudom, hogy lehet, hogy nekem nincs farkuszonyod, mint nekünk mindannyiunknak. És mondd csak, hogy hívják azt a dolgot, ami neked van helyette? Ezeket lábaknak nevezik. Lábaknak? Nocsak. Hát ezt meg kell ünnepelni. Zenét! Mire szolgál az a két láb, de furcsák a földiek át. Elkobozták az uszonyát, sosem láttunk ilyen csúnyát. Hogyha tennénk egy kis sétát, jó szolgálatot tesz alá, és aki csak a földön él, nagyon hálás a lábáért. És ha te olvasni tudnál, meg tudnád, mit ír a szótár. Járásra szolgál a két láb, ne gúnyoljatok többé hát. Mire szolgál az a két láb, de furcsák a föld. Az új.
Annyira szórakoztató vagy azzal a két lábaddal. Kívánj tőlem bármit, ha tudom, teljesítem. Vissza szeretnék menni a földre. Azzal a két lábával? Várnak a barátaim és a hercegnő. Át kell adnom nekik a tenger kincseit. Azzal a két lábával! Nézd csak! Hoztak gyémántokat! Szomorú vagy, Abdullah, pedig én gazdagát ettem. Nem is tudom, hogyan maradhatnánk barátok, amikor mindenki kinevetett a te világodban. Te pedig a földön, a király akváriumába kerülnél. Én most hazamegyek, Abdullah. Talán egy nap még találkozunk. Esetleg újra barátok lehetünk. Minket egy egész világ választ el egymást. Gyerünk, menekülj gyorsan, nehogy merássanak. Szervusz. Szervusz. Majd jövök. Abdullah, hol van, nagy vezírem? Itt vagyok, királyom! Elérkezett végre a bosszú órája. Vigyétek! Most végre rám mosolyt a szerencse. Hé! Várjatok! Hé! Ezzel még tartoztam neked. Jaj! Ó, ezek a drága kövek páratlanok. Minő szépség, minő csillogás. Te volnál hát az ékszer tolvaj. Egyszerűen fantasztikus. Fantasztikus. Üdvözlégy, vőm uram, és nagy vezírem. Közeledik az este, gyere és meséld el királyodnak, mi csodás birodalmak határolják országunkat. Ez a tenger királyom valóban csodákat rejt. Ártatlanság, kedves gyermekem, annyira aggódtál már a vőlegényed sorsáért. Menj át, üdvözöld őt. A tenger nem földieknek való, nagy vezír. Mától fogva velünk fogsz lakni a palotában. És halálom után te uralkodsz majd a napfényes birodalomban. Magyar hangok. Fekete Zoltán, Pap János, Boros Zoltán, Harsányi Gábor, Hollósi Frigyes, Balázsi Gyula, Melis Gábor, Szala Imre, Beregi Péter, Kis Erika, Roatis Andrea. Magyar szöveg Szász Andrea, vágó Szelistyei Barbara, gyártásvezető Bujdosó András, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront a Fórum kiadó megbízásából a Synchron Systems készítette.
messzebeli éjszakák. Franz Brier ötlete alapján. Gerard Pulicino. Aladdin és a csodalámpa. Kelj fel, Aladdin! Kelj fel! Én halálra dolgozom magam, hogy legyen mit enned, te pedig átalszod a napot. Megint kezdődik. Elegem van a semmit tevésedből. Te sem vagy jobb a naplopó barátaidnál. Nem láttad a csúszlimat? Csúszlid, akkor is csak erre gondoltál, mikor szegény apád meg akar tanítani valami mesterségre. Amióta meghalt, nekem csak a sírás maradt. Aladdin! Már megint hová mész? Csiklatos vagy tehékeny? Igen, ő lesz az. Végre megtaláltam. Hoppla! Te ördögi madár, pusztulj a szemem elől! Azt hiszem, ez a fiú az, akire szükségem van. Hey, hoppla! Az ő arca jelent meg álmaimban. Jó napot, fiúk! Jaj! Fogadjunk, hogy ötször jobb vagyok nálad. Nos, ki a jobb? Ő lesz az, aki megszerzi majd nekem a csodalámpát, amire évek óta vágytam. Akkor majd végtelen lesz a hatalmam. Gazdag leszek, elpusztíthatatlan, és minden vágyom teljesül. Majdnem elestél, kisfiam. Szerencsére én megfogtalak. Mondj gyorsan, hogy hívják azt a fiú? Ő Aladdin, Aladdin, Yassidi, jaj! Mustafa Szabó fia, jaj! Ó, nem törtél el CNN? Ó, mi volt ez? Elromlott a kígyóm! Bravo, pont telibe találtad! És láttad a kígyóját? Várjatok csak, még semmit sem láttatok. Te volnál Aladdin, akinek az apja Mustafa? Csak volt. Hogy csak volt? Ó, te jó ég!
Nem tudtam, hogy meghal szegény. De hát miért sír? Ismerte őt? Hát már hogy ne sírni. A bácsikád vagyok, Aladin. És most mondod, hogy az öcsém meghalt. A bácsikám vagy? Igen, Aladin, rád ismertem, pedig még a születésed előtt elmentem. És milyen hosszú-hosszú utat tettem meg, csak hogy láthassam újra, és azt kell hallanom, hogy meghalt. Most már te leszel az én egyetlen vigaszom. De mutasd, hol lakik az anyám? Az anyám meg én itt lakunk nem messze. Béke legyen veled, testvérem felesége. Béke legyen veled. Ó, az öcsém, drága testvérem, leírhatatlan a bánatom. Még belehalsz a bánatba. Aladin, annyira hasonlít szegény apjára. Eleget serénykedik a ház körül? Nekem semmi kedvem dolgozni. Bízd őt rám. Hasznos mesterséget tanulhatna tőlem. Jó, én most megkeresem a csúzlimat. De persze bármilyen mesterséget választhatsz. Ha az apádé nem elég jó neked, gyermekem, lehetnél például egy túlsgazda kereskedő. Nyitnál nekem egy boltot a bazár soron? Nagy cégérrel. Mit nem adnék? Vevőim lennének a legszebb asszonyok és a leggazdagabbak. Édes kisfiam, fogadj szót a bácsikádnak. Aladin szófogadó gyerek. Biztos vagyok benne. Holnap érted jövök napkeltekor? A markomban van a fiú szíjene. Jöjjenek! Ez áll itt a furcsa ház nálam. Minden portéka kell, mert ruha csupán 100. Fegyverket nem tűrök. Boltos, vedd elő a legszebb és legdrágább ruhákat. Azt ott! Micsoda ház, itt minden 100. Aranyszálakkal gazdagon díszített muszlin turbánt. Szóljon csak szád, bármit kíván. Ez is csak 100. Egy övet finom kasmírból. Kasmírból. Ez is csak 100. És fényes bőrcsizmát, pirosat. Nos, ez itt mindössze 775 dinár. Még hogy itt minden 100. Csalóg az ember vagy. Van ilyen. Most már visszavehetem a fegyveremet. És ne feledjék, ez az a ház, ahol minden 100, vagyis hát majdnem. A gazdag kereskedők sétáló kertjébe megyünk, fiam. Már órák óta gyalogolunk, elfáradtam és éhes is vagyok. Hová viszel hát? Mindjárt odaérünk, ne félj! Férfi vagy, Aladin, nem pedig gyerek? Ne mondd nekem, hogy félsz a sötétben. Olyan látványban lesz részed, amilyenben még soha. Nem sokára a föld minden létező kertjénél szebbet fogsz majd látni. Itt a sivatagban? De hát ez lehetetlen. Majd meglátod, Aladin. Állj a hátam mögé. Szemeim fénye! Táncoló, perzselő láng, légyparázsból hamuvá, szikrádból pattanj ki hát! Nyíljon meg tüzedre nekem a világ! Allah kegyes adománya, szemeim fénye, táncoló láng, perzselő láng! Figyelj most szavamra! Engedelmeskedj! Hitvány éretlen datoja! El akartál szökni? Én nem akartam.
Tudhatnád, hogy csak a javadat akarom. A csapóajtó alatt mesés kincsek vannak elrejtve. Micsoda? Milyen kincsek? És miért nem mész le te magadértük? Csak is te emelheted fel a titkos csapóajtót és mehetsz leértük. Tedd, amit mondok, és az összes kincs a tiéd lesz. Mondd, mit kell tennem, és én megteszem. Rendben. Fogd ezt a gyűrűt. Megvéd minden veszélytől. És most nyisd ki az ajtót, mondván én Aladdin vagyok, ki Mustafa Szabó fia, ki Ali Szabó fia. Én Aladdin vagyok, Mustafa Szabó fia. Menj le a lépcsőn, Aladdin, ne félj semmitől. Menj át a nagy termen, de ne állj meg. Nagyon vigyázz, ne ébresz fel a lámpa őrei. Ha véletlenül hozzájuk érsz, azonnyomban gránit tömbé változol te is. Ez nem lehet igaz, csak álmodom. De hát mire vár? Vajon mit csinál? Hé, CNN hűszolgám, erígy le utána és közvetíts nekem! Hé, te, Aladdin, nálad van már az a lámpa? Már is jövök, kedves bácsikám. Hozd már gyorsan azt a lámpát! Jaj! Viszem, ha ugyan sikerül élve kijutnom innen. Kutyakölyke! Add rögtön ide azt a lámpát! Nem kellene haragudnod. Add ide nekem azt a lámpát azonnal! Te türelmetlen vagy! Ó, te csúkeszű kölyök! Igyekezz már! Jövök, de segíts kijutni a gödörből! Add ide előbb azt a lámpát, aztán felhúzlak! Előbb húz ki, aztán megkapod a lámpát! Ó, átkozott! Ha nem adod ide rögtön azt a lámpát, ott lent fogsz elpusztulni! Szemeim fénye! Táncoló láng, perzselő láng! Figyelj most szavamra! És engedelmeskedj! És engedelmeskedj! De hát mi történik? Miért haragszol rám? Odaadom a lámpásodat. Bácsikám! 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 Segítség! Anyám! Én a gyűrű szelleme vagyok. Érted, gazdám, most már bármit megteszek. Ó, szellem, kérlek, vigyél ki innen. Haza szeretnék menni anyámhoz. És íme így szabadultam meg attól az undorító vénembertől, aki még csak nem is volt a bácsikán. Ó, ezek madarak, vagy ne talán pillangó? Pillangó madarak. Vagyunk? Kóstold meg, de ne nyeld le a magokat. Egy vagyont érnek. Figyelj! Édes fiam, gondolhattam volna, hogy az az ember nem lehet a bácsikád. Majdnem a halálba küldött, hogy megszerez neki ezt az öreg lámpást, ami egy garas sem ér. Én a lámpa szelleme vagyok. Mostantól minden kívánságodat teljesítem. Egy szellem! És még nagyobb, mint az előző. Ó, szellem, hozz nekünk vacsorát. Thank you.
itt van a vacsoránk. Honnan ez a rengeteg finomság? Boltosok és árusok! A szultán parancsára! Bezár a bazár! Mostantól egyetlen lélek sem lehet az utcán! A páratlan igaz gyöngy! A gyönyörű szék! És a csodálatos! Tiszta, mint a teleholdak holdja! Szultánunk egyetlen leánya! Holdvilág hercegnő erre fog elhaladni a fürdőházba menvén! Állak adja neki hosszú életet! És ha valaki ellenkezni merésel! Vagy leselkedni merészel a zárt ajtók mögül! Azonnal akasztófára ítéltetik! Jól vigyázzon hát minden olyan ember, akinek kedves az élete! Édes fiam, mondd el anyádnak. Láttam ma a holdak holdját, és teljesen megbabonázott. Távozz innen, gonosz! Micsoda szörnyűség! Ki ejtette rabul a szívedet? Láttam holdvilág hercegnőt. Vigyázz! Ha ez a szultán fülébe jut, azon nyomban felakasztat! Anyám, feleségül akarom venni holdvilág hercegnőt. Menj el a szultához, és kérd meg a fiat számára a kezét. A szultán még csak nem is fogadna. Könyörögve kérlek, anyám, menj gyorsan és kérd meg nekem. De szívem egyetlen kincse, nincs mit adnod neki. Olyan szegények vagyunk. Igazad van. A pillangó madarak és a csodafa gyümölcsei. Ez talán méltó. Remélem, édes fiam, hogy ez tetszeni fog a szultánnak. Mint gondoltam. Milyen fáradtnak tűnik ma az én kedves vezírem. Papa, a hercegnőt. Vajon mit akar itt ez a szegény asszony? Szultánom, biztos csak valami szomszédját akarja nálad bepanaszolni. Azért én mégiscsak meghallgatnám, hívasd elém. Lépj elő! Beszélj! A szultán meghallgat! Nem szeretné megsérteni nemes füleidet, ó nagy szultán! Beszélj! Előbb ígérd meg, hogy megbocsátasz! Bármit is fogsz mondani, már is megbocsájtottam neked! Azért jöttem, hogy megkérjem tőled holdvilág hercegnő kezét, fiamnak, Aladdinnak! Arcátlanság! Arcátlanság! Papa, a hercegnő az enyém! Mi van abban a kendőben, te szegény asszony? Nézd, vezír, ezek nagyon szépek. Mit szólsz te át az ajándékhoz? Magasságos szultán, a kövek valóban gyönyörűek. Ezt az arcot már láttam valahol. Pápa, a hercegnő ugye az enyém lesz. Vezérem, felej most őszintén, ez az Aladdin megérdemli vajon a lányom kezét? Talán felséged elfelejtette, hogy a hercegnőt hűvezíre fiának ígérte feleségül? Nem. Azt sem tudjuk, hogy ennek az Aladdinnak van-e elég vagyona a kellő hozományhoz. Most jól beszéltél, ó nagyvezír. Hozomány is kell határtalan szépségű lányomnak. Kérek 40 aranytálat gyémánttal megrakva. A szultán kér 60 gyémánttal teli aranytálat, amit 60 gyönyörű szép fiatal rabszolga hoz a színe elé. Valamint 60 gyönyörű rabnőt, és úgy vonulnának gyönyörű ruhákban a tálakkal a palotába, hogy elvigyék a 60 gyémánttal megrakott aranytálat a szultán színe elé. Ez lehetetlen, fiam.
Dehogy is, anyám. Bízz csak rám. Fiam, Aladdin küldött a hercegnő hozományával, magasságos szultán. Jó, vezérem, mit gondolhatnánk egy olyan emberről, aki ilyen csodákra képes? Megérdemli Holdvilág kezét, nem igaz? Bizonyára Aladdinnál van a csodalámpa, és használni is tudja, az az átkozott. Magasságos szultán, mindez csodálatos. Mondd meg a fiadnak, hogy ide várom. Keblemre akarom ölelni, mintha csak a saját fiam lenne. Ó, hercegem. Megparancsolom, hogy írják meg lányom Holdvilág hercegnő és Aladdin házassági szerződését haladéktalanul. Ó, talán meg sem érdemlem a lányát, míg nem építek szerelmemhez méltó palotát. Építes hát itt a palotámmal szemben. Menj! Én a lámpa szelleme vagyok. Mostantól minden kívánságodat teljesítem. Ide azt a lámpát! Azonnal változtasd őt kígyóvá! Építs ma éjjel egy palotát a szultán lányának. Minden részletét a te jó ízlésedre bízom. Munkára szellem! És méltó legyen szerelmemhez, Holdvilág hercegnőhöz. Tamás, Úri István, Szabó Éva, Minárovics Péter, Szabó Otto, Rudas István. Magyar szöveg Szász Andrea, vágó Szelistyei Barbara, gyártásvezető Bujdosó András, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront a Fórum kiadó megbízásából a Synchron Systems készítette.